Nem elég, hogy szigorítják a kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályait, még az adóhatóság ellenőrzését is nyakukba kapják a katások. Üdvözlöm Önöket, ennek részleteiről is beszámolunk mai adásunkban, most azonban lássuk, mi mindennel foglalkozunk még. Tüzesebb éve volt tavaly a megyének, 60%-kal több esethez vonultak a tűzoltók 2018-hoz képest. Fejlesztések Nyírbátorban, javulhat a lakhatási helyzet, fejlődhet az ipari park. Bajban a trükközők, július 1-e óta minden számlára rálát a NAV. Tavaly sem unatkoztak a megye tűzoltói, több mint 5900 esethez vonultak, amely az egy évvel korábbi adatokhoz viszonyítva másfélszeres növekedést jelent, sőt az elmúlt 3 év átlagát tekintve is kiugró érték. Ezekről is beszámolt évértékelőjében a néhány nappal ezelőtti megyei közgyűlésen Szabolcs-Szatmár-Bereg megye katasztrófavédelmi igazgatóságának vezetője, aki most itt van a 35 perc stúdiójában. Köszöntöm Varga Béla tűzoltó ezredes urat. Ezredes úr, minek köszönhető vajon ez a kiugró szám? Ennyivel felelőtlenebbek vagyunk, megváltozott az életvitelünk, vagy az időjárás az, ami befolyásolta ezt a magas számot? Igen, jó nagyja. 2019 év egyébként se lesz egy alapév, az összvonulások számát tekintve sem, de a tűzesetek számát tekintve sem, hiszen régen volt egy ilyen száraz, napsütéses időjárásunk, mint 2019-ben, és rendkívül megnőttek a szabadtéri tűzesetek száma, az úgynevezett avartüzeknek a száma. Ez okozta az, hogy picikét több lett a tűzeseteknek a statisztikája, mint az elmúlt években. Milyen terheket rótt ez a tűzoltóságra, és nem csak anyagi terhekről beszélünk, hanem állományban, szervezésben, ez gondolom, hogy kívánt némi ehhez való igazodást. Eléggé leterheli a tűzoltókat a nagyon sok szabadtéri tűzeset. Egyébként rendkívül technikai igényes és emberigényes egy ilyen tűznek az eloltása, de hát azért vagyunk, hogy ezeket a feladatokat megoldjuk. Ennek aktualitása van most is, hiszen itt a nyár, elég aszályos időszak van mögöttünk, aztán utána meg a hatalmas viharok következtek. Ez az év hasonlóan alakul? Lehet már látni valamit? Egyelőre nincs tűzgyújtási tilalom, de már volt ebbe az évbe. Most eléggé csapadékos az időjárás, a tűzgyújtási tilalmat a NÉBIK erdőgazdasági igazgatósága egyelőre visszavonta, tehát nyugodtan lehet most otthon is szalonát sütni, bográcsolni, tehát ez nem befolyásolja. Megfelelő szabályok betartása mellett, gondolom. Természetesen. Mi a helyzet a kémény tüzekkel, vagy esetleg szénmonoxid mérgezésekkel? Amióta a katasztrófavédelem a kéményseprőipari szerv, azóta folyamatosan ellenőrzik a kéményeket. Sormunkában a lakosságnak ingyen van ez az ellenőrzés, és egyre kevesebb az olyan kémény, ami életveszélyes lenne, amit le kell tiltani a hatóságunknak, ezért csökkentek az ezzel kapcsolatos tűzeseteknek a száma is. Kell erről valamit tudni? Van-e, akinek önmaga kell, hogy jelentkezzen a kéménytisztítás ügyben, vagy egyszerűen sorban haladnak, és kap egy értesítést a tulajdonos, hogy jön a kéményseprő? Nagyon sok információ ezzel kapcsolatosan fenn van a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság honlapján, de egyébként közvetlen száma is van a kéményseprésnek, tehát 18-18-ason kell egyébként bejelentkezni, de van ott egy mobilszám is, amit lehet közvetlenül hívni, és lehet egyeztetni a tűzoltókkal, bocsánat, tűzoltókról beszélek, mert egyébként a katasztrófavédelemhez tartoznak a kéményseprőink is, tehát a kéményseprőkkel lehet egyeztetni, és akkor megfelelő időpontban tudnak érkezni. Visszatérve a tavalyi évértékeléshez, mik voltak a legjelentősebb beavatkozások tavaly? Volt egy komoly butorraktár tűzünk a Debreceni úton, ott nagyon nagy anyagi kár keletkezett, egy 30x20 méteres bútorokat és bútorok gyártására alkalmas eszközök égtek meg. Fazekas János téren volt egy jelentős lakástűzünk, ahol egy súlyos és 11 fő könnyű sérülés szenvedett. Máté szakán volt még egy tűzesetünk, ahol egy 90x30 méteres tulajdonképpen üzemenkívüli csarnok égett, ott az bonyolította a helyzetet, az egy 5-ös kiemelt tűzünk volt, egy nagyon súlyos tűzeset, ugye egy köbméteres tartályban sűrített oxigént tároltak, és nem tudtuk, hogy éppen ez a tartály milyen szinten van feltöltve. És ez megbonyolította egy picit a beavatkozást. Ezeknek a komoly tűzeseteknek zömmel mi az okozója? Emberi mulasztás, vagy valami műszaki? A legtöbb tűzesetnek az emberi mulasztása. A az okozója, de a természet is tud produkálni olyan helyzeteket, amelyet nehéz kivédeni, hiszen tavaly a Szent László napi viharkár alaposan megtépázta a megyét. 98 településünkön több mint 5000 lakóház sérült meg, gyakorlatilag a földbe döngölte a fél megyét a vihar, és fokozta még a helyzetet, hogy egy ugyanilyen szintű ciklon még át akart haladni a megyénken, legalábbis az előjelzések alapján, de szerencsére ez elmaradt. Ezért a beavatkozásokat is úgy szerveztük, hogy vártunk egy második csapást, de ez nem következett be. Aztán nagyon hamar megszerveztük a védekezés feltételeit. Én már este 9 órakor valamennyi polgármesternek eligazítást tartottam, hogy mi a feladat, mit kell tenni, mit kell csinálni. A tűzoltóinkat átállítottuk 24/21-es szolgálati rendre. Főigazgató úrtól kértem erősítést, 17 megyéből érkeztek a tűzoltók 131 fővel és megfelelő technikai eszközökkel, de ezen kívül még körülbelül 120 önkéntes mentőszervezet érkezett, önkéntes tűzoltó egyesületek, önkéntes mentőszervezetek, és körülbelül olyan 500 fővel avatkoztunk be, ami eltartott egy jó 3,5 napig. Gyakorlatilag annyi vonulásunk volt ez alatt az időszak alatt, mint egy kisebb megyének egy egész évben. Azt gondolom, fel is kell készülni ilyenekre, hiszen az időjárás azért lehet, hogy ebben az évben is tartogat ilyen jellegű meglepetéseket. Voltak is már ilyen viharok. Sajnos egyre gyakoribb, az OMSZ előrejelzések alapján szinte naponta kapjuk a narancsszínű vihar, vagy zivatar, vagy egyéb jégeső jellegű előrejelzéseket. Hát ezekre megfelelő szinten nem lehet felkészülni, de azért igyekszünk ezekre a dolgokra is felkészülni és felkészíteni azokat, akiknek ebben szerepük van, hiszen a szubszidiaritás elvét figyelembe véve a védekezés mindig a legalsó szinten kell megkezdeni. Ezért minden évben a polgármestereket és jegyzőket és a közbiztonsági referenseket is felkészítjük ezekre a feladatokra, hiszen a polgármestereknek van a legfontosabb szerepe a dologban, hiszen a védekezésre szükséges anyagot a polgármesternek kell biztosítani. Aztán természetesen a tűzoltók, a katasztrófavédelmi erők, az önkéntes és köteles polgárvédelmi szervezetek, azok mennek és végzik a dolgokat. Mennyire jelentős a polgári védelmi szakterület a munkájukban? Eltűnt személyek, vagy felkutatása, vagy vízbeesés, egyéb mentési munkák? A polgári védelmi feladatok egy nagyon szerteágazó, sokrétű feladat. A polgári védelmi önkéntes mentőszervezeteink folyamatosan beavatkoznak olyan esetben, amikor eltűnt szemét kell keresni, vízbefúlt szemét keresnek, megtalálnak, most is nem régen megtaláltak egy fiatalembert a Krasznába, vizet szivattyúznak, minden évben van pályázási lehetőségük, és minden évben azért a megyébe csepeg 2-3 millió forintnyi pénz, vagy éppen felszerelés, stílfűrészekre, szivattyúkra, agregátorokra, és egyre felkészültebbek az önkéntes mentő szervezeteink is, a polgári védelmi szervezeteink is arra, hogy beavatkozzanak szükség esetén. A tavalyi évben mekkora fejlesztést tudott végrehajtani a megyei tűzoltóság? A megyei tűzoltóság az a legfontosabb feladatának tekinti a tűzoltók védőruházatának és védőfelszerelésének a folyamatos pótlását, megújítását. Mert ezek a legfontosabb ahhoz, hogy a személyi állomány be tudjon avatkozni, anélkül, hogy bármilyen gond, probléma legyen, hiszen a viharkárnál is, ahol ugye említettem, hogy több mint 5000 lakóház megsérült, úgy végeztük el a munkánkat, hogy még egy körmes eset legyen egy tűzoltónak sem. Ez a legnagyobb eredmény, azt gondolom. Ez volt, igen, a legnagyobb. Mi az, amire a jövő évben, illetve már ebben az évben a legnagyobb hangsúlyt fektetik, mik a célok? Ugye ez a Covid-19 vírusjárvány, ez alaposan megváltoztatta egy picit a terveinket, de azért vannak éveken átívelő terveink. Ez az önkéntességnek az erősítése az egyik, mind a tűzoltói vonalon, mind pedig a polgári védelmi vonalon. Nagyon sok olyan településünk van még a megyébe, ahol 20 perc alatt ér a hivatásos tűzoltósága tűz helyszínére, vagy műszaki mentés helyszínére. Ezért jó az, ha a környéken önkéntes tűzoltó egyesületek működnek. Ezért akarjuk ezt a területet mindenképpen fejleszteni, de a polgári védelmi területen is szükséges az, hogy az önkéntes mentőszervezetek fejlődjenek, gyarapodjanak, hiszen nem mindegy, hogy egy állampolgárt kötelezünk határozattal, hogy feladatot hajtson végre, vagy valaki önkéntesen elhivatva oda megy egy kárhelyszínre és segíti a katasztrófavédelmi hivatásos erőit. Ezredes úr, köszönjük szépen, hogy mindezekről beszámolt nekünk itt a Kölcsei Televízióban. Én is köszönöm szépen, hogy itt láttam. A lakhatási helyzet, a közlekedési infrastruktúra és a közbiztonság javítását is célozzák a Nyírbátorban jelenleg zajló beruházások. A városban ezen kívül fejlesztik az ipari parkot és a zöld felület nagyságát is növelik. Köszöntöm a stúdióban Máté Antal polgármestert. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, én is köszöntöm a nézőket! Nos, mik azok a beruházások, amik a lakhatási helyzetre irányulnak Nyírbátorban? Nyilván a város számára nagyon fontos, hogy minél többen, elsősorban a településen és a környékben élő fiatalok hosszú távon Nyírbátort válasszák életük otthonának. És hát ebben nyilván olyan sok feltételről lehetne beszélni, hogy mi szükséges ahhoz, hogy ez egy ilyen döntés egy fiatal fejében megszülessen. De azt gondolom, hogy a talán legfontosabb és ilyen szempontból alapvető kérdés az az, hogy hol tudja leélni az életét. És azt is pontosan tudjuk, hogy a különböző életciklusokban az embernek különböző lakáshoz, lakáskörülményhez, fizetéshez és egyébhez kapcsolódóan eltérő típusú, méretű, fajtájú lakásra van szüksége. És úgy döntöttünk évekkel korábban, hogy ebben a bérlakás az egy kardinális kérdés, és ezért több olyan programot indítottunk, ami segít a fiataloknak, részben kapcsolódva egyébként az állam által elindított otthonteremtési támogatási rendszerhez. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy azt próbáljuk meg kiegészíteni két dologgal. Adunk az első lakáshoz jutóknak egy visszanemtérítendő támogatást, és másfelől pedig az önkormányzat alapvetően saját forrásból, részben megtakarításokból, részben hitelből pedig bérlakásokat kezdett építeni a tavalyi évben. Hol tart ez a folyamat most? Most már egészen jól állunk, tehát most már a városlakók, a városon keresztül haladók is láthatják, hiszen ez a fürdővel szembeni Szénaréti tó partjára épül ez az új lakóövezet, és gyakorlatilag egy 80-90%-os készültségben van az első tömb, ez 71 bérlakást jelent, és bízom benne, hogy ha ez sikeres lesz, és látjuk ennek az eredményét, és anyagilag is tudjuk a jövőben finanszírozni, akkor ennek további ütemei épülhetnek a közeljövőben. Mekkora erre az érdeklődés? Az érdeklődés nagyon nagy, előzetesen lehetett már regisztrálni, hiszen ősztől lehet majd ezekbe a lakásokba beköltözni, és azt kell, hogy mondjam, hogy már most közel annyi igény bent van, amennyi lakást most építünk, de én azt gyanítom, hogy mire a lakások elkészülnek, az igények sokkal nagyobbak lesznek, de ez nem probléma, mert ez azt jelenti, hogy ezt a program ez sikeres, ez jó, és akkor ezt tovább kell majd építenünk, úgyhogy attól én azt gondolom, nem kell tartanunk, hogy nem lesznek albérlők. Zömmel már most is Nyírbátorban élő fiatalok igénylik ezeket a lakásokat, vagy van, aki betelepülne Nyírbátorba, illetve aki visszatelepülne, mondjuk elszármazott? Talán a visszatelepülne a legritkább. Én azt szoktam mondani, hogy önmagában nehéz elérnünk már azt is, hogy a fiatalok ne költözzenek el. Az talán még nehezebb, hogy aki valamilyen anyagi, vagy munkahelyi, vagy egyéb családi körülmény miatt elköltözött a városból, hogy őt vissza tudjuk csábítani. Ehhez biztos, hogy egyéb kormányzati programok is, nagyon sok forrás és megváltozott jövedelmi viszonyok kellenek, hogy ez lehetséges legyen. Úgyhogy nekünk az elsőleges célunk az az, hogy a helyben élő fiatalok helyben találjanak lakhatást és munkahelyet, és a másik komoly célunk, hogy azok a fiatalok, akik viszont nem Nyírbátorban, de Nyírbátor környékén élnek, és nyírbátori munkahellyel rendelkeznek, tehát valamilyen módon kötődnek a településhez, ő belőlük váljon a jövőben nyírbátori lakost, és költözzenek mondjuk ezekbe a bérlakásokba. Ugye többször felmerült itt a munkahely kérdése, hiszen a lakhatás és a munkalehetőség itt a két legfontosabb pont abban, hogy valaki Nyírbátort válassza a élete helyszínéül. Hogyan alakulnak Nyírbátorban a munkahelyek? Úgy tudom, ipari park népesül, multik esetleg érdeklődnek Nyírbátor iránt. Milyen munkalehetőségek vannak? Én azt tudom mondani, hogy nyilván egy nagyon nehéz időszakon vagyunk túl mindannyian. Az egész ország, sőt most lehet mondani globális járványról van szó, tehát az egész világ, és nyilván a gazdaság is erősen megtorpant a gazdasági növekedés, eltérő módon, de érintett szinte minden települést a világban. Nyírbátorra is nyilván hatással volt a járvány. Azt azért el kell mondanom, hogy ebben a helyzetben egy közösség, egy társadalom, egy gazdaság, egy település is alapvetően két utat választhat. Az egyik, hogy megpróbál valamilyen módon megtakarításokkal, kicsit visszafogott működéssel túl lenni a válságon. Ezt nyilvánvalóan valamilyen mértékig mindenkinek meg kell tennie. Mi ugyanakkor abban gondolkodunk, hogy az ilyen típusú válságok, járványok után mindig azok a térségek, közösségek, települések tudnak sikeresek lenni, akik már a járvány vagy a nehéz helyzet ideje alatt is azon gondolkodnak, hogy hogyan lehet ebből előrelépni. Mi is ebben gondolkodunk, ezért is van több olyan projektünk saját erőből, uniós forrásból, ami az ipari park, a gazdasági szektor, az infrastruktúra további fejlesztését eredményezi, és nagyon komolyan tárgyaltunk már a járvány ideje alatt is, és azóta is, hogy a cégeket hogyan tudjuk segíteni, ők hogyan tudnak fejleszteni, hogy ennek a járványnak a nyertesei legyenek, hiszen ha a nyírbátori cégek nyertesei ennek a helyzetnek, hosszú távról beszélek természetesen, akkor az újabb munkahelyeket jelent, az technológiai fejlesztést jelent, az magasabb jövedelmet jelent, és ez nem csak Nyírbátornak jó, hanem azon az egész térségnek. Úgyhogy mi bizakodóan nézünk a jövőbe. Ez azt jelenti, hogy persze az idei és a jövő évünk az azért elég nehéz lesz anyagi szempontból, hiszen az önkormányzatok is jelentősen kiveszik a részüket a járvány finanszírozásából és kezeléséből. Ilyen szempontból mi anyagi támogatást nem kaptunk, viszont nagyon sok tekintetben a bevételeink csökkentek. Ennek ellenére azokat a legfontosabb beruházásokat és fejlesztéseket, ami a gazdaság újraindításához, továbbfejlesztéséhez szükséges, azt nem állítottuk le, és azt az eredeti ütemterv szerint végre is hajtjuk. Hogyan tudják ezt finanszírozni egyáltalán? Mennyi a kiesett bevétel? Lehet-e már látni a számokat? Pontos számokat nem látunk. A legnehezebb éppen az ebben az időszakban, hogy nagyon sok a bizonytalanság. Van, amit pontosan látunk. Nyilván a központi költségvetésbe be kellett fizetnünk a gépjárműadót. Nyilván látjuk, hogy a jövő évi költségvetésben nagyon sok szám tekintetében az erős adóerőképességgel rendelkező önkormányzatoktól nagyobb anyagi hozzájárulást von el a költségvetés. Tehát bizonyos számokat látunk, ugyanakkor nem látjuk, hogy az iparűzési adóbevételeink ebben az évben hogyan alakulnak, nem látjuk, hogy saját működtetésű, turisztikai, idegenforgalmi tevékenységeink, mint a szálláshelyek vagy a fürdő, milyen bevételkieséssel kell kalkulálnunk az év végére. Tehát a legnagyobb baj éppen a bizonytalanság, de azért azt lehet látni, hogy az összességében év végére nagyságrendileg olyan 400 millió forintot el fogja érni. Ez nagyjából a működési költségünknek a 15%-a, ami azért egy jelentős bevételkiesés, és most azon dolgozunk, hogy részben pótoljuk, részben meg bizonyos átalakításokkal megtakarítsuk ezeket a kiadásokat. Nyírbátor a fesztiválok városa is évtizedek óta hagyományosan. Hogyan alakul ez a nyár? Hát egy csonka nyárról beszélünk, hogy egy csonka évről is kell sajnos beszélnünk, ez a rendezvényekre is igaz. Nagyon-nagyon sok volt a bizonytalanság, hogy mikortól indulhatnak egyáltalán újra rendezvények, és pontosan emiatt nagyon nehéz is volt készülni arra, hogy a színházi évattól kezdve a különböző szabadtéri rendezvényeken át mi az, amit szabad és kell és tudunk szervezni. Ezért mi úgy döntöttünk alapvetően, hogy a már régóta bejelentett dátum, ez az augusztus 15-e, ami úgy látszott, hogy onnantól kezdve talán már lehet programokat szervezni, mi ahhoz az időponthoz igazítottuk a nyári rendezvényeinket, koncerteket, augusztus 20-ai ünnepségeket, különböző lovasnapokat és minden egyéb. Ugyanakkor vannak olyan rendezvényeink, amik sokkal inkább ilyen közterületeken, kicsit szabadabb, kicsit kötetlenebb formában működtek, mint például a korzó. Azokat most, hogy már látjuk, hogy kisebb létszámban meg lehet tartani, ezek a nyár folyamán el fognak indulni, hiszen azt látjuk, hogy az embereknek meg szüksége van arra, hogy ezután a bezárkózódó időszak után egy kicsit tudjanak beszélgetni, még ha nyilván speciális feltételek és szabályok mellett, de meg kell találnunk és ki kell alakítanunk annak a lehetőségét, hogy az emberek egy kicsit tudjanak kimozdulni, beszélgetni, a közösségben mozogni, nyilván úgy, hogy tudjuk, hogy a járvány még nem ért véget. Polgármester úr, köszönjük szépen, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Köszönöm én is a lehetőséget. Új korszak kezdődött július 1-én az adóegyszerűsítésben és a gazdaságfehérítésben. Aznap vált kötelezővé az online adatszolgáltatás. Az adóügyekért felelős államtitkár a napokban úgy nyilatkozott, hogy az új rendszer nem csak az áfabevallások jövőbeni adóhivatali elkészítésének képezheti az alapját, hanem segíthet a fekete gazdaság szereplői az adóelkerülők elleni további küzdelemben is. Hosszú sor kígyózik a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyíregyházi Egyház utcai épülete előtt. Ezt a látványt eddig a Szabadság téren szokhattuk meg. Nem véletlen a változás, hétfőn elköltözött a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Adó és Vámigazgatóság központi ügyfélszolgálata. A korzó melletti épületet ugyanis felújítják. Egymástól biztonságos távolságban a dolgozók és az ügyfelek is, így folyik a munka az Egyház utca 13 szám alatt. A naphoz fordulókat itt is változatlan nyitvatartással a megszokott ügymenetben fogadják, vagyis hétfőn és szerdán 8 óra 30 perc és 18 óra között, kedden és csütörtökön reggel fél 9-től 12 óráig, még pénteken csak fél 12-ig lehet ügyet intézni. A hivatal arra is felhívja a figyelmet, hogy július 1-től ismét a megszokott ügyfélfogadási idővel állnak rendelkezésre a megyei kirendeltségeken és a kormányablakokban is. A NAV-val kapcsolatban egyébként bőven van miről beszámolni. A részletekről a megyei Adó és Vámigazgatóság sajtóreferensét kérdezzük a következő percekben. Köszöntöm a stúdióban Magyar Norbertet, a NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatóságának sajtóreferensét. Jó estét kívánok! Az egyik legfontosabb változás itt a költözés mellett az online számlázás, ami jelentős módosulás a vállalkozások számára. Mivel jár ez, és milyen következményekkel járhat, hogyha a mulasztást követünk el? Igen, valóban július 1-től lépett életbe az online számlaadatszolgáltatás teljes körűen. Érdemes ezt a két fogalmat gyorsan tisztázni, hiszen az online számlázás maga nem kötelező, ugyanis számlázni lehet ugyanúgy továbbra is, akár kézi számla kiállításával, papíralapon is. Viszont nagyon fontos, hogy erről az adatszolgáltatást online módon kell megtenniük az adózóknak. Ez azt jelenti, hogy regisztrálniuk kell a onlineszámla.nav.gov.hu felületen. Ezt mindenképpen július 1-ig meg kellett tenni azoknak, akik egyáltalán számlát állítanak ki belföldi magánszemélyek, illetve belföldi vállalkozások részére, tehát adószámmal rendelkező vállalkozások vagy egyéni vállalkozók részére. Ez azt jelenti, hogy innentől kezdve bárki a számla áfa tartalmától függetlenül, tehát akkor is, hogyha nullás ez az áfa tartalom, be kell, hogy szolgáltassa a számla adatait. Hogyha ezt nem teszi meg, akkor mulasztási bírsággal sújtható. Ugye itt a regisztrációnak az időintervalluma lett kitolva szeptember 30-áig, ez azt jelenti, hogy egy moratórium keretében eddig van lehetőségük azoknak az adózóknak beregisztrálni, számlát kiállítani, illetve azokat az esetlegesen még elmaradt dolgokat megtenniük, amelyek következtében ugye nem tudják ezt a kötelezettségüket, vagy nem megfelelően tudják ezt a kötelezettségüket teljesíteni. Onnantól kezdve, hogy beindul ez az online bejelentés, kiállítok egy számlát, akkor mennyi időn belül kell ezt az adatszolgáltatást megtennem, benyújtanom a NAV felé ezen a felületen? Ezt a számlázó program azonnal megteszi, hogyha valaki azonban kézzel állítja ki ezt a számlát, akkor itt az áfatartalom mégiscsak előtérbe kerül, hiszen 500 000 forint feletti áfatartalomnál és már 500 000 forintnál is egy napon belül kell adatot szolgáltatni a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé, 500 000 forint alatt pedig 4 napon belül kell ezt az adatszolgáltatást elvégezni. És ahogy említettem, érdemes a számlázó programot használni, hiszen ingyenesen a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján is rendelkezésre áll egy számlázási program, amely segítségével ezek a számlaadatok kitölthetők és egyszerűen beküldhetők, illetve meg lehet adni pontosabban azokat a fontos partneri adatokat is, amelynek a segítségével már csak magát az összeget kell beírni, az áfát is kiszámolja maga a program, illetve a hiányosságokra is felhívja a figyelmet, illetve ebből a programból létezik egy online applikáció is, ez azt jelenti, hogy mobiltelefonokon is, okos készülékeken is használható. Mindemellett elmondta, hogy nem kötelező ez az online számlázás, tehát papír alapon is lehet, senkinek sem kötelező, tehát nincs ilyen, hogy bizonyos számlaösszeg fölött kötelező számlázó programot használni? Nem igazából, ugye a számlaösszegek korábban a 100 000 forintos értékhatárhoz volt kötve, pontosabban az áfa tartalomhoz. Ugye itt sokaknál egy pici kavar van a fejekben, és azt arra gondolnak, hogy akkor innentől kezdve valamilyen áfa tartalomhoz van kötve, és én nagyon kevés összegbe számlázok, nekem biztos, hogy nem kell, nincs szükségem magára a programra, regisztrálnom sem kell, illetve, hogy én esetlegesen csak magánszemélyeknek teszem azt egy lángos árus például csak magánszemélyeknek értékesít, azokban előfordulhat, hogy ő is találkozik eseti jelleggel ugyan, de vállalkozások számára, adószámmal rendelkező vállalkozások számára történő értékesítésnél, például, hogyha megáll egy turista csoport és számlát kérnek a fogyasztásukról, akkor mindenképpen érdemes ezt a regisztrációt elvégezni, hiszen ez a moratórium csak szeptember 30-áig szól, tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki eddig az időpontig nem regisztrál be, akkor mentesül a mulasztási bírság alól. Ami egyébként milyen összeg lehet egy mulasztási bírság? 200-500 000 forintig terjedő mulasztási bírságról beszélünk, tehát nem biztos, hogy egy lángos áránál ez az összeg ez megéri. Elég sok lángost kell értesíteni. Igen, sajnos a vállalkozást el is lehetetleníti. Illetve fontos még, hogy ez a moratórium azoknak a részére szól, akiknek eddig nem kellett számladatszolgáltatást benyújtaniuk. Tehát ugye nem érték el, így van, nem estek be az áfakörben, nem érték el azt az értékhatárt, de ugye most már mivel nincs ez az értékhatár, mindenképpen érdemes regisztrálniuk. Nyugtát ezt nem kell bejelenteni, ugye? Ez nem. Nyugtát nem, csak konkrétan a számláról. Azon nincs is adat. Azt gondolom, hogy ez a lépés egy nagyon nagy előrelépés az adóelkerülők megfogása területén. Igen, elsősorban ugye folyamatosan azt halljuk, hogy az ellenőrzés és a kontroll ezzel a cél. Azonban nagyon fontos látni azt is, hogy olyan adatszolgáltatásokkal rendelkezik a Nemzeti Adó és Vámhivatal vállalkozások köréből, illetve az adószámos magánszemélyek köréből, amelyek révén akár bevallási tervezetet is tudnak kiajánlani, és itt ugye már nem csak a személyi jövedelemadó bevallási tervezet kiajánlásáról beszélünk, hiszen ez a kör már eléggé szélesedett és bővült az idejében is, az egyéni vállalkozók, az őstermelők is beletartoznak már ebbe a körbe, illetve most már szeretnénk az áfa bevallások részére is egy kiajánlást tenni, amely segíti a bevallásoknak az elkészítését, illetve megkönnyíti a vállalkozásoknak az életét. Nagyon komoly keresztűzbe kerültek a katások, legalábbis ez az érzés. Pontosabban nem maguk a katások, hanem ugye azok a munkáltatók, akik bújtatott foglalkoztatás keretében próbálják meg a munkaviszonyt valahogy a katás vállalkozási forma felé terelni, és azt gondolom, hogy sokak találkoznak azzal a fajta mentalitással, hogy akár a munkaadójuk próbálja őket rákényszeríteni arra, hogy egyéni vállalkozás keretében végezze azt a feladatot, amit egyébként munkajogviszony keretében kellene elvégezni, és abban is végez el, tehát rendszeresen kap jövedelmet, rendszeresen meg kell jelenni a munkahelyén, alá fölé rendeltségi viszony, tehát mindenféle feltételnek, melyet a munkajogviszony támaszt, megfelel maga a foglalkoztatási forma, azonban számláznia kell, és abban az esetben kapja meg a havi bérét, hogyha megfelelő számlákat állít ki. Ugye ez a bújtatott foglalkoztatási forma azért a későbbiekben a katások számára sem kifizetődő, hiszen ez a fajta jogviszony egészen más jogi kereteket teremt, mind a munkáltató, mint a munkavállaló szempontjából, valamint a közteherviselés is elmarad a munkáltató részéről, illetve akár az egészségügyi szolgáltatások keretében is jelentős csökkenéssel jár. Így igaz. Mikortól lép ez életbe? Ezt folyamatosan ellenőrizzük, hiszen az ellenőrzési nyomvonalunknak a részét képezi ez a fajta ellenőrzés, és igyekszünk feltárni ezeket a bújtatott foglalkoztatási formákat már kockázatelemzések révén is, tehát ez nem azt jelenti, hogy mindenképpen helyszíni ellenőrzés keretében fogjuk vagy vizsgáljuk ezeket. Ugye a pandémiás időszaknak köszönhetően azonban már így, hogy véget ért, akár helyszíni ellenőrzésre is számíthatnak a munkáltatók. Kik azok, akikre kifejezetten az ellenőrzéseket irányítják a katásokon belül? Természetesen megvannak azok a foglalkoztatási formák, illetve körök, amelyeknél érdemes mindenképpen szétnézni, azonban ez nem szűkül le. Tehát teszem azt, a nagyvállalatok természetesen nem az a jellemző, hogy ők vannak benne az első körben, hiszen a nagy foglalkoztatók révén a foglalkoztatási formájuk mindig megfelelően van bejelentve, illetve regisztrálva, mint a közterhek viselve. Itt azért a kisebb vállalkozásoknál, ahol pár főt alkalmaznak csak maguk a vállalkozások, akár családi vállalkozások keretében érdemes számítani arra, hogy itt a bújtatott foglalkoztatási formára történő ellenőrzések meg fognak a jövőben történni. Van még egy aktuális témánk így a nyár kapcsán, bár sokan nem utaznak most külföldre, legalábbis én úgy érzékelem a vírushelyzet miatt, de mégis néhány fontos tudnivalót érdemes elmondani, hogy mi az, amit lehet büntetlenül külföldre vinni, mi az, amit nem. Hát utazás előtt mindenképpen érdemes tájékozódni, hogyha valaki az unión kívüli országokba utazik, vagy onnan érkezik vissza, akkor melyek azok a vámtételek, amelyeket ugye ki kell fizetnie mindenképpen, hogyha különböző termékeket hoz be. Viszont a legegyszerűbb esetre is ki kell térni, hogyha valaki gyógyszert szed és külföldre utazik, ugye akkor mindenképpen érdemes a házi orvosától egy nyilatkozatot szereznie arról, hogy ezeket a gyógyszereket szedi, és csak azt a mennyiséget viheti magával, ami az arra időszakra vonatkozik. Hát nagyon fontos, hogy a védett állatok behozatala, kivitele eleve tilos, illetve az ezekkel kapcsolatos preparátumok, trófák is. Nagyon fontos, hogyha valaki a házi állatát szeretné magával vinni külföldre, akkor mindenképpen egy úgynevezett állatútlevéllel kell rendelkezni, amelyet a házi orvos állít ki. Jövedéki termékekről pedig nem is szólva, itt sokan tisztában vannak vele, ugye itt a közeli határszakasz miatt, hogy melyek azok a mennyiségek, amelyek hozhatók, illetve vihetők. Azért érdemes elmondani, hogy magánszemélyek esetében, ugye itt a 40 szál cigaretta az, ami a mérvadó, tehát ennél több nem lehet náluk. Ugye itt a repülőgépes utazások esetében növekszik ez a tételszám, hiszen itt már 200 szál cigarettát is hozhat, vihet magával bárki. Hát fontos tudni, hogy nem csak a készpénzekre vonatkozik a 10 000 eurós korlátozás, hanem azokra akár kötvényekre, akár értékpapírokra, amelyek ugye pénzhelyettesítő értéket képviselnek, tehát itt is nagyon fontos arra figyelni, hogyha valakinél nincs annyi készpénz, azonban az értékpapírok elérik ezt az összeget, akkor le is foglalhatják a kollégák ezt. Reméljük, hogy minél kevesebben járnak majd így, és kellemes lesz az utazásuk. Köszönöm szépen Magyar Norbertnek, hogy befáradt hozzánk ma este a stúdióba. Én is köszönöm. Kedves nézőink, ez volt a 35 perc, ezzel a műsorral legközelebb szerdán jelentkezünk, ugyanebben az időpontban várjuk Önöket a képernyők elé. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!